Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Az egykori vármegyeházának méltó emlékét őrzi a polgármesteri hivatal kistárgyaló terme. A pillanat művészetét hivatott immár 20 éve elismerni a Páger díj. Közkedveltek a fehér színű virágokból készült koszorúk. Makóváros önkormányzata a román nemzetiségi önkormányzattal közösen nyújtott be pályázatot a polgármesteri hivatal kistárgyaló termének felújítására. A tender pozitív elbírálást kapott, és mintegy 4,1 millió forintból tudták teljes körűen felújítani a helységet, melyben egy fából készült úgynevezett szárnyas oltár is helyet kapott. 2014. októberében, amikor az új városvezetés beköltözött a hivatalban, méltatlan, sőt sok esetben felháborító körülményeket tapasztaltak. A 2015-ös költségvetés összeállításánál döntöttek arról, hogy fokozatosan a kormányhivatallal és a járási hivatallal közösen, valamint Lázár János a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával a közigazgatási, önkormányzati feladatellátásban szereplő szervezeteket visszacsatolják az épületbe, és megfelelő környezetet alakítanak ki számára. Farkasi Erzsébet polgármester elmondta, az elmúlt időszakban több olyan forrást is nyertek, melynek köszönhetően megújulhattak a hivatal belső terei, állampapír értékesítő központot tudtak létrehozni, majd 2017-ben a Városháza szívének, a díszteremnek a felújítására kerülhetett sor, melyet ünnepélyes keretek között adtak át. A tavalyi esztendőben pedig a makói román nemzetiségi önkormányzattal közösen nyújtottak be pályázatot az egyházi és vallási ügyekért felelős állam titkárság felé. Másfél millió forintot nyert a román nemzetiségi önkormányzat, és mivel a kis tanácskozó teremnek nevezett, de reméljük, hogy hamarosan méltó névvel is illetve majd ezt a teret, a kis tanácskozó terem az épületben 110-es teremként ismert irodát, illetve a környezetét, a folyosót szerettük volna méltó tanácskozási térré kialakítani. Mivel a román nemzetiségi önkormányzata a legtöbb ülését itt tartja, így tudtuk gyakorlatilag ezt a pályázatot közösen benyújtani. Összességében mintegy 4,1 millió forintból valósulhatott meg. Birta Júlia Mihaéla, a makói román nemzetiségi önkormányzat elnöke kiemelte, egyre többen települnek át Makóra a határon túlról, és úgy érzi, hogy a román kisebbség része lett a városnak. Bízik abban, hogy maradandót hagynak maguk után a programjaikkal és a nyertes pályázataikkal. Én úgy érzem, hogy nagyon sok ülést tartottunk ebbe a kis terembe. Nagyon sok döntést hoztunk itt. Remélem, hogy ezután is jól fogunk tudni működni együtt. Már a román nemzetiségi önkormányzat a makói önkormányzattal, és még sok-sok rendezvényünket, meg ülésünket, persze tárgyalásokat, vagy Romániából érkező delegációkat itt tudunk majd fogadni. A terem egyik falán két ismertető tábla is helyet kapott. Az egyiken olyan főispánok, alispánok, országgyűlési képviselők találhatóak, akiknek kiemelkedő szerepük volt a megye életének irányításában, míg a másik tablón a Csanád vármegye egy évezredes múltjáról olvashatunk. 1028-ba győzte le Ajtony vezért a Maros vidék urát Csanád, és akkor mondta neki Szent István királyunk, hogy most már pedig te irányítsd ezt a megyét, és azóta van Csanád megye és Csanádi egyházmegye. Na most, ha visszatekintünk 1000 évvel, akkor ez a tabló nagyon röviden összefoglalja az elmúlt 1000 év történetét. Lehet látni, hogy milyen hatalmas kiterjedésű volt Csanád vezér életébe ez a megye. Északi határa a Maros, nyugati határa a Tisza, déli határa a Duna, keleti határa pedig az erdélyi hegyek. A helyiség ékessége a hatalmas fából faragott plasztika, amely oltárként őrzi Karsai Ildikó grafikáját az egykori vármegyeházáról. Az alkotásról Szikszei Zsuzsanna, József Attila városi könyvtár és múzeum igazgatója számolt be bővebben.
Szügyi László palotai fafaragó művész készítette ezt a nagy plasztikát, ami tulajdonképpen, ahogy polgármester asszony mondta, egy szárnyas oltárt mutat, középen a vármegyeháza, és a két szárnyán pedig makói virágmotívumokat láthatunk, illetve az aljában a Maros folyó is megjelenik, a hullámok, illetve megjelennek azok az évszámok, például az 50 évvel ezelőtti árvíz is fel van tüntetve. Továbbá, ha becsukjuk a szárnyakat, Csongrád Csanád megye címere rajzolódik ki. Mint mondta, a hivatal épülete megérdemli, hogy a belső, illetve egyszer a külső terei is megújuljanak, ugyanis ez is vonzó lehet majd a turisták számára. Mint ahogyan arról már hétfői híradónkban beszámoltunk önöknek, idén a sokoldalú művésznő Básti Juli vehette át a makói színész legendának, Páger Antalnak emléket állító díjat, melynek története immár 20 évre nyúlik vissza. Az ünnepélyes átadón elhangzott, hogy a kitüntetett azon színészek közé tartozik, akik szakmailag és emberileg is a legjobbra törekszenek. A korábbi évekhez hasonlóan Téni bácsi szülőházánál koszorúzással vette kezdetét a jeles alkalom, mely a hagymaházban folytatódott tovább, ahol a megjelenteket Farkas Éva Erzsébet köszöntötte. A polgármester beszédében kiemelte, hogy a Franyó Róbert, Varga Márta, Sípos Jenő és Karsai Ildikó kezdeményezésére létrejött elismerés ennyi év távlatából is jól tükrözi, hogy Páger Antal emléke a mai napig él az emberek szívében. Személye és a 20. díjazott nagysága, pálya iránti elhivatottsága előtt a következő gondolatokkal tisztelgette a város vezetője. A színész életében a pillanata fontos. Az a perc, amikor a közönségnek olyasmit nyújt, amitől azok egy percre sírnak, vagy éppen nevetnek. De egy biztos, jobbak lesznek. A díj odaítélésekor több szempontot is figyelembe vesz a kuratórium, ilyen például az eszköztelen színjátszás fontossága és a págeri hitvallás gyakorlása. A kitüntetett kiválasztásában Réz András is részt vett, aki elárulta, Básti Juli amellett, hogy magas színvonalú munkát tesz le az asztalra, emberi oldaláról nézve is kiemelkedő értékekkel bír. Senki nem hallott egy szót se arról, hogy pénz. Miközben félreértés ne essék, a színésznek is élnie kell valamiből, de hogy mondjam, ez nem arról szól, hogy kis pénz, kis foci. Ez arról szól, hogy valakinek vagy ez a hivatása, az élete, vagy nem. És Básti Juli pedig nekem egy ilyen végtelen önazonos személyiség, akinek a munkája a hobbi a munkája, a hobbi egyáltalán rosszul, inkább azt mondanám, hogy a szenvedélye. A csapat munkáját Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő is segíti. Mint mondta, elengedhetetlennek tartja, hogy azok a művészek, akik átveszik a Páger gyűrűt, értékelni tudják azt. Hozzátette, Julin látszott, hogy büszkén vette át a szimbolikus tárgyat. Emlékszem rá, amikor én Téni bácsival sokszor játszottam együtt, hogy ő, amikor a püspököt játszotta a Szent Johannában, akkor ugye ott volt a püspöki ruha, a püspöki kesztyű, ami ugyanolyan színű, mint a ruhája, és rá volt húzva a gyűrűje a kesztyűre. Tehát, hogy neki az egy testrésze volt ez a gyűrű. Páger Antal unokája szintén a döntéshozók közöttül. Gyarmati Antal elmesélte nekünk, hogy a művésznő neve szerepelt saját listáján, ezért nagy öröm számára, hogy vele bővült a sor. Arra is kitért, jóleső érzés, hogy a település ilyen tisztelettel adózik nagyapja emléke előtt. Minden évben valaki visszasüljön a családból, többek között én, a testvéreim, és szeretnénk, hogyha ez megmaradna. Ezt nagyon köszönjük a Makóváros polgárainak, lakóinak. Az eseményről készült hosszabb összefoglalónkat csütörtök esti társalgunkban láthatják majd. Kulturális magazinunkat 18 óra 16 perces kezdettel tűztük műsorra. Nagy népszerűségnek örvendett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos Technikum és Kollégium rendhagyó nyílt napja. Az iskola választás előtt álló fiatalok és az intézmény tanulói is bepillantást nyerhettek a munkavilágának lehetőségeibe.
hagyományteremtés céljából rendezte meg a Cégek Piaca elnevezésű napot a Keri. Emelte ki a megbízott igazgató, aki kitért a rendezvénnyel megszólított célcsoportokra. Az elsődleges az, hogy megismerjük egymást, megismertessük a saját és a nyolcadikos diákokat az új szakképzésben résztvevő duális partnereinkkel. A saját diákjaik is itt vannak, hiszen ő közülük is többen lassan végeznek nálunk, és nekik már nem is a pályaválasztás, hanem inkább a munkakeresésben is segítséget nyújthat ez. Miközben a cégek képviselőivel is megbeszéltük, elmondták, hogy nekik pedig munkavállalókra van szükségük, tehát így most ezzel a rendezvénnyel megpróbáltuk őket összehozni. Több mint 10 állomáson keresztül informálódhattak és tájékozódhattak a különféle lehetőségek közül a fiatalok. Szabó Gábor ügyvezető igazgató egy magyar alapítású és tulajdonú vállalkozást képviselt, és bemutatta, hogy mivel is foglalkoznak. Mi alapvetően hidraulikával 2002 óta foglalkozunk, szerszámgépek, stabil gépek, hidraulikus pneumatikus berendezések javításával, szervizelésével, és tulajdonképpen erre alapoztuk a cégünk tapasztalatát, és ez bő vítjük ugye a mai napig is. Az iskola választás előtt álló fiatalok örömmel éltek a rendhagyó alkalom lehetőségeivel, és amit csak tudtak, kipróbáltak. Külön heggesztőgépet, forgácsolót, 3D nyomtatót, műszaki cuccokat, meg ilyeneket. Meg még volt ilyen lézervágott repülőt kellett összerakni, meg amiket Zsombi elmondott, kb. Azokat. Megnéztünk egy-két műszert, meg kaptunk festéket is, volt a festőrészt is megnéztük. Az elkövetkezendő években Makó kiemelt szerepet jelentett a turizmus vérkeringésében, ezért elengedhetetlen a megfelelő munkaerő képzése. Az oktatási intézmény új ágazata a turisztika és vendéglátás, amely szintén jelen volt a nyílt napon. Mágori Adél megosztotta, hogy miért ezt a szakot választotta. Főleg azért választottam, mivel sokat utazunk, sok szállodában jártam már, és megtetszett így ez az egész. Milyennek találod ezt a mai napot? Érdekesnek találom, hiszen mi is, és a látogatók is ezek alapján könnyebben el tudunk majd helyezkedni, hogyha becsöppenünk a munkavilágába. A szervezők remélik, hogy az iskola választás előtt álló diákoknak és a keriseknek is egyaránt hasznos volt és tartalmas a rendhagyó nap. Minden szentek és halottak napjához közeledve a virágüzletekben egyre több a feladat. A téma kapcsán stábunk felkeresett két makói üzletvezetőt, akiket tapasztalataikról kérdeztünk. Kocsis Jánosné és Andrási Béláné elárulták nekünk, hogy a koszorúkat tekintve szerteágazó vásárlói igényekről beszélhetünk, és úgy vélik, hogy majd a hét közepétől nő meg leginkább irántuk az érdeklődés. Mint kiderült, az előkészületi munkálatok már a nyár végén elkezdődnek. Először a száraz alapanyagokból szokták összeállítani a kompozíciókat, majd a november 1-ét és 2-át megelőző pár napban az élővirágos sírdészeken dolgoznak a vevők ízlése szerint a kereskedők és alkalmazottjaik. Nálunk a fehér a legkelendőbb, de egyébként a sárgát is szokták keresni ilyenkor, főleg a krizantémba különleges a zöld, a citrusos színek, és a rózsába pedig a fehér és a bordó az általában, amit legtöbben kérnek. Interjú alanyainktól azt is megtudtuk, hogy melyik darabok kelendők leginkább. Mi nagyon sok kőedénybe készítünk kisebb-nagyobb sírdészeket, vagy pedig valami fonott szívbe, vagy ehhez hasonlóban, azt nagyon szeretik. Az kedvelt dolog, ugye a kőhatású, mert nem kőhatású edények is súlyuk van, ettől fogva, hogyha lerakják a sír, és mondjuk számolunk arra, hogy jön egy nagy vihar, vagy erősebb szél, nem fogja megmozdítani, és nem fogja szétvinni a szél a temetőbe. Most nagyon kedveltek a normand fenyős alapú koszorúk, illetve sírdíszek, ami vizes oázisban van előkészítve, így tulajdonképpen azt is szinte karácsonyig lehet tartani. Kiderült az is, hogy azok az emberek, akik több sírhelyre visznek koszorút, a kisebb vagy közepes méretűeket szokták elsősorban preferálni. Emellett arról is szó esett, hogy többek között a járvány miatt voltak olyanok, akik hamarabb megvették az általuk kiválasztott darabokat, ugyanis el akarták kerülni a tömeget.
Például a műkoszorúk, azok már elkezdődnek október elején, amikor az idősebbek a nyugdíjat kapják, stb., akkor ők már ezt elviszik, és hát baja nem lesz neki. És van, aki az utolsó pillanatra hagyja, és vannak az előrelátók, akik már kiválasztották, félrerakadták, esetleg el is vitték, ha van olyan hűvösebb hely, tehát megoszlik. Mindketten egyetértettek abban, hogy a koronavírus rányomta bélyegét a vásárlási szokásokra, ugyanis azt tapasztalják, hogy a forgalom visszaesett a korábbi évekhez képest. Több mint 450-szer öltötte már magára a zöld-sárga meszt Magyar György, a jelenleg MB3-ban szereplő Makó FC középpályása. A marosmenti alakulatban eltöltött évek alatt számos sikert tudhat maga mögött, köztük a 2008-2009-es szezonban elért harmadik helyezés az MB2 keleti csoportjában. 1999-ben Vizi István igazolta le Makóra Magyar Györgyöt, aki akkor még csak 19 éves volt. 2006-tól 5,5 évig volt kezdő játékosa a marosmenti csapatnak, akik akkoriban az MB2 keleti csoportjában szerepeltek, és kimagasló teljesítményt értek el az egymást követő bajnoki években. Majd fél évre a Szeged 2011-hez igazolt, és 6 évet tanyázott a Mórahalom VS együttesénél. 2018-ban tért vissza a kezdetekhez, és azóta is alapember a hagymavárosiaknak. Remek éveket töltöttem, és itt tényleg azt gondolom, hogy a Vizi Pista bácsi óta, aki ugye végül is leigazolt Makóra anno a Szeged megszűnése után, óriási és szép éveket töltöttem eddig is, és remélem ez most az utolsó évnek számolom, de én azt gondolom, hogy ez egy jó csapatban vagyok most is, és szeretném utána egy jó szezon után szép lassan itt a makói pályafutásomat szögre akasztani, úgymond a cipőt, szépen lezárni, de tényleg azt gondolom, hogy itt akármelyik csapatot a 99 óta elmondhatom, hogy akikkel játszottam, ez óriási élmény volt, és óriási sikereket értünk el. Úgyhogy számomra ez óriási élmény, főleg úgy, hogy a csapat a elmúlt héten a Ceglédi mérkőzés előtt meglepett egy tortával is, ugye a mérkőzés utáni napokban. Örömmel idézte fel a játékos a 2008-2010 közötti időszakot, amikor az MB2-ben dobogó közeli helyeket, sőt a bronzérmet is megszerezték. A bajnok az akkori ferencvárosi TC lett. Tényleg egy olyan Ferencváros ellen játszhattunk, akkor oda visszavágott, ugye egy döntetlenül és egy győzelemmel zártunk ellenük, ahol azt gondolom, hogy Makón még annyi ember nem biztos, hogy volt mérkőzésen, illetve nekünk is óriási sikerélmény volt az Üllői úton pályára lépni, illetve tényleg az, hogy itt 4-5-6 ezer emberek előtt játszhattunk a hazai pályán, illetve idegenben akár 8-10 ezer ember előtt. Hát számomra, illetve én azt gondolom nem csak nekem, hanem az akkori csapatnak is az volt a legnagyobb sikerélményünk, illetve a legjobb szereplésünk a pályafutásunk során. Mint mondta, ennyi év távlatában azt veszi észre, hogy a futball képe nagyban átalakult. Több hangsúlyt fektetnek a fizikumra, az atletikus mozgásra, hiszen a pálya mellett egyre több az erőléti és a specifikus edző. A játékosok minden lehetőséget kihasználnak és reméli, hogy az utánpótlás nevelés is továbbra is fent marad. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Az egykori vármegyeházának méltó emlékét őrzi a polgármesteri hivatal kistárgyaló terme. A pillanat művészetét hivatott immár 20 éve elismerni a Páger díj. Közkedveltek a fehér színű virágokból készült koszorúk. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunk következik. Végezetül a 20. Páger Antal díját adó ünnepséget láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt az október 26-ai keddesti híradó. Legközelebb csütörtökön jelentkezünk ismét friss hírekkel. A holnapi napon 9 órai kezdettel Makóváros önkormányzat képviselő testületének rendes ülését közvetítjük élőben. Én mára búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!